Az emberi civilizáció nagy utat járt be az elmúlt néhány ezer évben. Az ókor egészen más volt, mint modern világunk. Úgy véljük, ekkoriban az élet sokkal egyszerűbb volt. Nem léteztek a modern világ feszültségei, a számítógépek és az informatika. De meg kell változtatnunk az ókorról alkotott idilli képet. A földközi tenger mélyén talált leletek szerint az a világ sokkal fejlettebb volt, mint hittük. Ókori találmányok. Számolástechnika. Visszautazunk az időben, hogy megtaláljuk a gyökeresen újnak vélt technikák ókori gyökereit. A legújabb kutatások szerint az elmúlt 200 év találmányainak jó részét már az ókori görögök és rómaiak ismerték. A találmányokat talán csak újra felfedeztük. A görögök és a rómaiak gyakorlatias emberek voltak. Az általuk kitalált, megtervezett és feltalált dolgok előlegezték meg azokat a találmányokat, amelyekre mi vagyunk büszkék. Az ókori találmányok történetében fontos szerepet játszik egy titokzatos szerkezet, amely olyan bonyolult, hogy sokan el sem hiszik, de az ókori görögök építették. Ez a tárgy évszázadokig várt a földközi tenger mélyén, vastag lerakódások közé zárva, míg a 20. századi tudomány a belsejébe nem pillantott. A látvány megdöbbentette a tudósokat. Fogaskerekek rendszerét látták, egy gépet. De mire szolgálhatott és ki készítette? A rejtély egy évszázadon keresztül izgatta azokat, akik a titokzatos antikütérai gépezet megfejtésén fáradoztak. A rejtélyre végül fény derült. A történet egy évszázada 1900-ban kezdődött. Egy kora tavaszi vihar során Kondosz kapitány és a Szivacs halászhajó a kis görög sziget Antikütéra mellett találta magát. Amikor az idő kitisztult, a kapitány soron kívüli merülést hajtott végre a sziget partjainál. A víz majdnem 60 méter mély volt, de a legjobb szivacsok a mélyben találhatók. Minden búvárnak elővigyázatosnak kell lennie, hogy felmerülés közben elkerülje a keszonbetegséget. A búvár megkezdte az első merülési szakaszt. Ám a tenger mélyén nem szivacsokat talált. Először azt hitte, csupa holttestet talált. Rémülten adott jelt, hogy húzzák vissza a felszínre. Néhányan úgy gondolták, a búvár látomását keszonbetegség okozza, de ez tévedés volt. 2000 éve egy másik hajó járt erre. Rodoszról indult, fedélzetén a gazdag római polgároknak szánt értékes rakománnyal. A szivacs halászok hajójához hasonlóan ez a hajó is viharba került, és Antikütéra szigetéhez sodródott.
de elsüllyedt, és azóta a tengerben fekszik. Kondosz kapitány újabb búvárt küldött le, hogy vizsgálja meg a holttesteket. Ami első látásra egy rakás holttestnek tűnt, az valójában gyönyörű márvány és bronz szobrok tömege volt. Az ókori rakomány maradványai. A szobrok mellett más kincsek, díszes görög vázák és ékszerek is felszínre kerültek. Óriási felfedezés volt. A nagyszerű szobrok azonnal címlapra kerültek. Az egyik legjobb állapotú bronz szobor neve az antikütérai fiú. A művet egy zseni munkájának tartják. A római, aki megrendelte, kitűnő ízlésű és elképesztően gazdag lehetett. Biztosan csalódott volt, hogy a szállítvány sosem érkezett meg. A fiatalember szobra mellett fontos lelet volt még a filozófus fej néven ismert szobor. Két alkotás, amelyeket 2000 évig a tenger mélye őrzött. De egy zseni legnagyobb munkája még felfedezetlenül hevert a roncsban. Ez a tárgy hordozza az emberi történelem egyik korszakának, a hellén kornak kulcsát, és talán ez a kor legnagyobb találmánya. Két és fél ezer évvel ezelőtt a mediterrán térség a tudomány, a filozófia és a művészet virágzó központja volt. A hellének, vagyis a görögök találták fel a demokráciát. Utat nyitottak a matematika és más tudományok felé, és bevezették a filozófiai logikát. Kíváncsiak, találékonyak voltak, talán ugyanolyanok, mint mi. A világ megértéséhez készítették ezt a szerkezetet. Mi pedig arra próbálunk rájönni, hogy mi lehetett a funkciója. A válasz antikütérától messze egy londoni múzeumban található. Michael Wright, a londoni tudományos múzeum műszaki kurátora 20 évvel ezelőtt akadt rá egy másik titokzatos ókori szerkezetre. Ez nem olyan összetett, mint az antikütérai szerkezet, de hasonló. Ez egy bizánci napóra és naptár. Úgy gondoljuk, a Krisztus utáni 500-as évekből származik. A napóra egyben mechanikus naptár, a hold év napjainak múlását mutatja. A fogaskerekek meglepően modernek. Ilyen tárgy megalkotásához bonyolult matematikai és csillagászati ismeretekre van szükség. Michael Wright elkészítette az eszköz másolatát, hogy megértse annak működését. A modell egy adott holdévi dátumban mutatja a nap és a hold állását a zodiákusban. A betűk jelzik a napot. Ez az alfa, vagyis A, ami azt jelenti, hogy a hónap első napja. Új hold van, ezért itt a fekete körlap. Tovább hajtom napról napra. Béta, vagyis B, a második nap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Most teli hold van. Feltűnt a fehér körlap. A többi számláló a hold és nap mozgását mutatja a zodiákusban.
Ez a szerkezet sokkal egyszerűbb, mint az antikütérai. De nagyon érdekes, hogy találtunk még egy szerkezetet, amely a hellén szokás szerint működik. Görög betűket használ, és fogaskerekekkel működik. Így már két szerkezet alapján mondhatjuk, hogy a görögök ismerték a fogaskereket. Megdupláztuk a bizonyítékok számát. Ebben a naptárban csupán 8 fogaskerék működik, ám az antikütéra mellett talált szerkezetben legalább 29, amely így sokkal bonyolultabb működést tételez fel. Talán a bizáncinál sokkal bonyolultabb és több mint 600 évvel korábbi antikütérai szerkezet is mechanikus naptár. De ki hozta létre, amikor nem segítették gépek és modern technológia? Valaki, aki járatos volt a matematikában és a mérnöki tudományokban. Egy zseni, évszázadokra vagy évezredekre előttünk. Az egyetlen, aki megfelel ennek a leírásnak, Archimedes, a kor megbecsült matematikusa és feltalálója. Archimedes a hellén korban élt a görög városállamban, a szicíliai Szirakúzában. Akkoriban a mediterrán térség zűrzavaros háború szaggatta terület volt. Egy olyan világ, amelyben a feltaláló újításait mind a görögök, mind az új agresszív nagyhatalom felhasználta. Róma, amely lassan meghódította a mediterrán térség teljes területét. Ma talán legismertebb találmánya az archimédeszi csavar néven ismert emelő, amelyet víz vagy magvak szállítására használtak. De más összetett mechanikai problémák is foglalkoztatták, például a távolság mérése. Legjobban talán a nap felkelése és lenyugvása, az évszakok váltakozása és a bolygók rejtélyes mozgása érdekelte, vagyis röviden az idő mechanikája. Évekkel korábban Archimedes áthajózott a földközi tengeren, hogy eljusson a hellén világ legfontosabb kulturális központjába, az egyiptomi Alexandriába. Alexandria akkor legmodernebb városa volt. Nagy Sándor hadvezérének utódai irányították, olyan görög katonák, akik a fáraóktól származtak. A város a mediterrán térség ősi civilizációinak gyújtópontja. Egyiptomiak, görögök, perzsák és rómaiak városa. Az egyiptomi tudomány találkozott itt a görög filozófiával, és létrejött az ókori világ szellemi központja. A fiatal Archimedes itt látta Ktészibiosz zseniális műszaki munkáit. Az ő egyszerű, de brilliáns ötlete szó szerint megváltoztatta a világot. Ktészibiosz szerencsés volt, mert Alexandriában született. És ez a város az ókori világ teljes tudását egyetlen hatalmas könyvtárban őrizte. Itt dolgoztak az ókor legnagyobb gondolkodói. A könyvtár sok ezer tekercse az ő munkásságukat őrizte. Az ókori világ minden részéről idejöttek az emberek tanulni és feltalálni.
Itt örökítették meg Tészibiosz forradalmi találmányát is. A fiatal Archimédesz talán itt olvasott először az ő munkáiról. Tészibioszról gyakran megfeledkezünk, pedig ő kövezte ki a technikai forradalomhoz, az idő méréséhez vezető utat. Ktészibiosz alacsony származású volt, egy egyszerű borbély fia. Fiatalon apja borbély műhelyében dolgozott, és egyszerű szerkezeteket, például állítható tükröket készített. Itt állandó vízcsöpögés vette körül, ez a zaj inspirálta a nagy felfedezését. Ktészibiosz tudta, hogy az egyiptomiak évezredeken keresztül egyszerű vízórákat használtak az időpont meghatározására. Ennek egyik példája a híres Karnaki vízóra. Ahogy a reprodukció mutatja, a bonyolult hieroglifák furcsa szimbólumok, istenek és állatok képeinek dacára a szerkezet igen egyszerű. Megtöltötték vízzel, és ahogy a víz az edény alján kifolyt, a vízszint csökkenésével leolvashatták az időt. Az edény belső oldalának jelzései az idő múlását mutatták, napkeltétől napnyugtáig, hónapról hónapra változtak. Segítségével az ókori egyiptomiak éjjel-nappal mérhették az időt, de ez még nem volt óra, csak egy időzítő. Az ókori görög társadalomban rendkívül fontossá vált az idő pontos mérése. A társadalmi rend pontosságot igényel, amelyhez szükség van az időpont megállapítására. Napórákat használtak, ezek a fontos városi épületeken voltak láthatók, mint amilyen az athéni Szelek tornya. De honnan tudják hány óra, amikor egy felhő eltakarja a napot, vagy lebukik? Az ősi probléma első görög megoldása egy vízóra volt, a klepszidra, vagy víztolvaj. A klepszidra rendkívül elegáns időmérő eszköz volt. Arra használták, hogy ugyanannyi ideig beszéljen minden ügyvéd a bíróságon, vagy minden szónok a politikai gyűlésen. Nagyon egyszerű volt. Megtöltöttek egy edényt vízzel, az időmérés kezdetén kihúzták a dugót, és a víz lassan kifolyt az edényből. Kisebb jogi ügyeknél az ügyvédek annyi időt kaptak az érvelésre, amíg a megtöltött klepszidra kiürült. Súlyosabb ügy, például gyilkosság esetén azonban egy egész sor edényre volt szükség az érvek kifejtéséhez. De amikor az összes víz elfolyt, lejárt az idő. Innen ered az, hogy kifut az időből. Szünetben vagy éjszakára egy dugóval zárták el a nyílást, vagyis megszakították az ülést. A klepszidra komoly hátránya, hogy időzítő volt, nem óra. Amikor az edény tele volt, a víz zúdult kifelé, de a vízszint csökkenésével a víznyomás is csökkent. Így a végén már csak csöpögött. Az ókori görögök egyre díszesebb klepszidrákat készítettek, de a probléma megmaradt. Az időegység elején a víz sokkal gyorsabban folyt, mint a végén. Fokozatos skálát készítettek, hogy megoldják a problémát, de az állandó sebességet nem tudták biztosítani. Ktészibiosz felismerte a megoldást. Rájött, hogy ha az edény mindig tele van, akkor a nyomás nem változik. Tudta, hogy ha ezt sikerül biztosítania, akkor megalkothat egy olyan eszközt, amely megváltoztatja a világot. Ez volt a feladat, amelyet maga elé állított.
Ktesébiosz tudta, hogy az egyiptomi klepszidra tökéletesítése nem a kifolyó, hanem a befolyó víz mennyiségének állandó szinten tartásával oldható meg. Dr. Ellen Mills a Leicester Egyetem tudományos munkatársa. Ő Ktesébiosz munkáinak klasszikus utalásai alapján építette meg az egyik legkorábbi vízóra másolatát. Ügyes szerkezet. Olyan találmány, amelyet minden bizonnyal egy zseni alkotott. Tehát a feladat, hogy a klepszidra víztartája mindig tele legyen. Ktesébiosz megoldása az volt, hogy egy másik víztartályt tett az edény fölé. Ez gyorsabban adagolta a vizet az edénybe, mint ahogy az ürült. Így az edény állandóan tele volt. A többletvíz egy túlfolyón át külön tartályba került. A víz így mindig állandó sebességgel folyhatott ki a víztartályból. Ktesébiosznak most már csak meg kellett mérnie a sebességet. Ehhez újabb edény kellett a kifolyó nyílás alá. Ebbe az edénybe tett egy úszót, tetején egy mutatóval és mellé egy skálát helyezett. A vízszint emelkedésével a mutató is állandó sebességgel emelkedett. Zseniális ötlet volt. Ktesébiosz megalkotta a világ első mechanikus óráját, mivel a borbély műhelyben csöpögött a víz. A víz erejét használta fel, így uralhatta az időt. De az órák és percek mérése még csak a kezdet volt. Még mire képes ez a különleges vízóra? A válasz itt a nagy alexandriai könyvtárban rejlett. Aki meg akarta érteni azt, hogy mi az idő, itt elolvashatta Ktesébiosz műveit, amelyekben az általa épített gépekről és az általa feltalált hidraulikáról írt. Későbbi órái már nem csupán istenek és állatok képével díszített csepegtető edények voltak. Szerkezetei bonyolultabbá váltak. Összetett fogbeosztást tervezett az órák jelzésére, amelyen fehérrel jelölte a nappalokat és kékkel az éjszakákat. Kerub tartja a vázát, amely folyamatosan biztosítja a vízellátást. Egy másik a fogbeosztás mentén utazik felfelé és tartja a mutatót, amely az órákat jelzi. De ez még csak a kezdet. A vizet felhasználta arra is, hogy megszólaltasson egy sípot és mozgassa a baglyot. Igen, ez a világ első kakukkos órája. A mind bonyolultabb fogaskerékrendszer lassan forgatta is a fogbeosztást, amely így egyúttal az év bármely hónapjának napjait is jelezte. Az óra most már egyben naptár is volt. Egy szüntelenül működő, az éveket és napokat is jelző automata kakukkos óra. Archimédeszt elbűvölte Ktesébiosz munkássága. Megvizsgálta az óráit és folytatta az általa megkezdett munkát. Írásának egy 1000 évnél régebbi arab fordításában láthatjuk, milyen változtatásokat alkalmazott Ktesébiosz vízóráján.
Ez a rekonstrukció az archimédeszi finomításokat mutatja az órán. Hozzáépített egy madarat, amely kis kavicsokat dobott egy csengőbe, így az minden órában csengetett. A nő az óra tetején a kígyóhajú gorgó. Amikor az óra csengetett, az ő szeme színének változása jelezte az időt. Ez az első mechanikus zenélő óra a történelemben. Elképzelni is nehéz, milyen hatást válthatott ki Archimédesz merész szerkezete. A görög mitológia szerint az, aki a gorgó szemébe néz, kővé változik. Ctesibios révén Archimédesz lett az az ember, aki belemert nézni a gorgó szemébe. Napjaink Alexandriája forgalmas, modern kikötőváros. A híres könyvtár helyén új épület áll. Az eredeti 641-ben leégett, és vele az ókori világ tudásának legjava is eltűnt. Kevés ókori szöveg maradt fenn, amely említi Ctesibios munkáit. Talán sohasem tudjuk meg, mit fedezett még fel, hiszen írásainak még részletei sem maradtak fenn. Olyan sok adat veszett el, hogy Ctesibiost a világ mára szinte elfelejtette. Egy hagyatéka, munkájának egy bizonyítéka azonban még mindig áll. Ez a torony, amely Athén egyik eldugott sarkában rejtőzik, az ókori világ egyik különös épülete. Csodával határos módon épségben megmaradt, amit annak köszönhet, hogy évszázadokon át azt hitték, ez Szókratész és Platón síremléke. De a 8 rávésett dombormű az építmény eredeti funkciójára utal. Ez a 8 szél képmása és egy napóra. Egy csillagász építette 200 évvel Ctesibios halála után az ő emlékére. Az épület, amely a szelektornyaként ismert, az ókori Athén köztéri órája volt. Belül valamikor egy óriási, Ctesibios tervei alapján épített vízóra állt. Az órát egy akropoliszi forrás látta el vízzel, amelynek köszönhetően Athén lakosai mindig tudták, mennyi az idő. De a szerkezet némely feltételezés szerint a nap és a hold mozgását, a bolygók együttállását is mutatta. Miután Ctesibios idejében a görögök mérni tudták az órát, a napot és a hónapot, talán tovább léptek és megfigyelték az égboltot is. Volt, aki úgy hitte, a válasz az antikütérai szerkezetben rejtőzik. Derek de Solla Price angol fizikus úgy döntött, hogy tüzetesen megvizsgálja ezt az eszközt. Price Athénba utazott, hogy megnézze a leletet, amely már 50 éve szinte érintetlenül hevert. Az eszköz darabjaira esett szét, így könnyen megvizsgálhatta a fogaskerekeket. Elhatározta, hogy megfejti az antikütérai szerkezet titkát.
Sok időt töltött az Athéni Nemzeti Múzeumban, hogy megoldja az ókori rejtélyt. Úgy vélte, hogy az ókori hajón talált tárgy igazi kincs. A röntgen segítségével azt is megnézhette, amit a felfedezők 50 évvel korábban nem láthattak. A korróziós réteg alá tekintve olyan összetett szerkezetet látott, amely akár újkori is lehetne. Meg kellett tudnia, mire szolgált. A fogaskerekek a feliratok és a szerkezet arányainak vizsgálata révén akarta kideríteni az eszköz valódi célját. A szerkezetet tároló fadoboz maradványainak görög feliratai újabb útmutatóul szolgáltak. Price ezek alapján készítette el az eszköz modelljét, ahogy szerinte működhetett. Rájött, hogy a bonyolult szerkezettel a nap és a hold egymáshoz viszonyított mozgását lehet kiszámítani. Úgy látszott, a hold év hónapjait is megjeleníti. Miután Price rekonstruálta a szerkezet felépítését, kiderült, hogy hasonló eszköz létrehozásához óriási tudás kellett. Úgy gondolta, hogy a szerkezet elején található bronztárcsa a dátumot és a nap és a hold állását mutatja. A hátsó számlap mutathatta a hónapot, a 12 hónapos év szerint. Újabb tárcsa talán a 47 hónapos ciklust jelezte, vagyis egy 4 éves időszakot. Price az eszközt naptárszámítógépnek nevezte. Az ókori világban felbecsülhetetlen értékű eszköz lehetett. A nap és a hold mozgásának mérése igen fontos volt. Sokan hitték, hogy a születésünk időpontjában mért nap, hold és bolygó állások egész életünket befolyásolják. Amit ma a bonyolult horoszkóp készítő programok tesznek, arra volt képes több mint 2000 éve az antik ütérai szerkezet. A kor papjai és csillagászai számára ez az eszköz ablak lehetett az istenek felé. De honnan származott a szerkezet? Price különleges elmélettel állt elő. Talán az antik ütérai szerkezethez hasonló eszközök a városi órák részét képezték, és a Ktészibiosz féle vízórák működtették őket. Talán a hellén világban ez mindennapos volt? Ez lehet a szelektornyának titka. Nem csak óra, hanem a nap és a hold mozgásának az univerzumnak mechanikus modellje. Vélhetően ezek a szerkezetek izgatták Archimédeszt. Lehet, hogy az antik ütérai szerkezet Archimédesz egyik eszközének kései másolata. Price 1974-ben publikálta elméletét a Görög szerkezetek című cikkében. A cikk hatalmas nemzetközi érdeklődést váltott ki. Egy valakire különösen nagy hatással volt, aki ezután 30 évet szentelt az elmélet bizonyítására. Amikor Michael Wright múzeológus először olvasta a cikket, lenyűgözte a gondolat, hogy az ókori görögök fejlett műszaki tudással rendelkeztek. Eldöntötte, hogy Athénba megy és ismét átvilágítja a szerkezetet. Minden egyes darabról felvételt készítettünk,
amelyek segítségével megállapíthatom, hogyan helyezkedtek el a darabok a dobozban, mielőtt a szerkezet szétesett. Bár Price elméletéből indult ki, úgy gondolta, az antikütérai szerkezet többre képes, mint Price gondolta. Ismét elolvastam a görög szerkezeteket, és Price leírása alapján kerestem a problémás pontokat. Ekkor döntöttem el, hogy látnom kell az eszközt. Michael Wright azonban tudta, hogy nem elég csupán egy pillantást vetnie a szerkezetre, el is kell készítenie. Price cikke után sok kutató kételkedett, hogy az eszköz ilyen régi lehet. A bonyolult fogaskerékrendszer egyszerűen túl korszerű. Hogyan lettek volna képesek az ókorban pontosan kiszámítani és elkészíteni minden fogaskereket, kérdezték. Szerintük hamisítvány vagy később keletkezett tárgy, amely véletlenül került az ókori hajó lelőhelyére. Wright ezért munkához látott. Be akarta bizonyítani, hogy tévednek. Csak olyan szerszámot használt, amely az ókorban is használatos volt, és a görög geometriát felhasználva látott neki a rekonstrukciónak. A fogaskerekek kimérése és készítése nehéz feladat volt, hiszen csak egy körzőt, egy reszelőt és a szemét használhatta. De nem volt lehetetlen. Több órás gyakorlás után Wright bebizonyította, hogy türelemmel és szakértelemmel meg lehet csinálni. Az a tény nem cáfolható, hogy az antikütérai szerkezet létezik. Ha közelebbről megnézzük, látható, hogy mind a tervezés, mind a kivitelezés tökéletes munka. Miért ne készíthették volna az ókori görögök? Archimédesz munkáinak fordításából tudjuk, hogy jól ismerte a fogaskerekek működését. Ez a tény pedig segíthet megoldani egy másik mechanikai csoda, az odométer titkát. Mindannyian ismerjük a gépkocsi odométerét. Ez az eszköz méri az általunk megtett távolságot. De már az ókorban használták, ez volt a Római Birodalom egyik fontos műszaki fejlesztése. A mérőkereket Archimédesz találta fel a római hadsereg megrendelésére. Határozatot hoztak, hogy minden főbb úton mérföldköveket kell állítani, de hogyan lehetséges a több száz kilométer hosszúságú római úthálózat pontos lemérése? Archimédesz egy olyan szerkezetet konstruált, amely pontosan meg tudta határozni a távolságokat, így felállíthatták a mérföldköveket. A távolság meghatározása nagyon fontos volt a római csapatmozgások tervezésében, és előnyhöz juttatta a rómaiakat az ellenséggel szemben. Archimédesz tehát elősegítette a római terjeszkedést, és ez az esemény folyam végül az ő halálához is vezetett. A leghíresebb római út a Via Appia mentén még ma is állnak azok a jelzőkövek, amelyek helyét még Archimédesz szekerével határozták meg. De van egy kis gond ezzel a látszólag egyszerű történettel. Andreas Leeswijk professzor a hollandiai Groningenben ugyancsak az antikütérai szerkezetről készült röntgenképek segítségével akarja megoldani a problémát. Mivel eredeti odométer nem maradt fenn, a szerkezet működéséről csak egy reneszánsz könyvrajzaiból alkothatunk képet,
amelyek a római építész író Vitruvius alapján készültek. A rajzok nagyon szépek, az egyetlen probléma az, hogy a szerkezet nem működik. Leonardo da Vinci is megpróbálta. Ezek az ő mérőkerekének vázlatai, amelyet nem sikerült megépítenie. Schleswig professzor egyszerű modellek elkészítésével kezdte a munkát, így jutott el az odométer negyedakkora méretű modelljéhez. Ez valamiben különbözött a rajztól. Schleswignek sikerült az, ami Leonardónak nem. A szerkezet felépítése egyszerű. A jármű mozgásakor a forgókerekek áttétellel egy kis fogaskerék révén hajtják azt a nagyobb fogaskereket, amelynek 400 foga van. A nagykerék minden fordulatánál kiesik egy golyó a szerkezet alatti dobozba. Így mérhető a távolság. Az első pun háború után a római szenátus döntést hozott. Minden fő útvonalra mérföldköveket kell helyezni. Vajon ki lehetett az a feltaláló, aki a távolságot kimérhette? Ez Archimédesz. De mi volt Schleswig megoldása? A fogaskerekek fogainak alakja. Míg Leonardo és mások úgy gondolták, hogy a fogakat derékszögű háromszögek alkották, Schleswig ennél hegyesebb fogakat látott az antikütérai szerkezetben. A fogak alakjának módosítása volt a megoldás. Archimédesz odométere tehát életre kelt, és épp úgy működött, ahogyan a feltaláló megalkotta. Mindez a különös ókori tárgynak, az antikütérai szerkezetnek köszönhető. Londonban Michael Wright is a fogaskerekek hegyes szögű alakításával bírta működésre a gépet. A mérőkeréknél jóval bonyolultabb eszköz, az antikütérai modell végre elkészült. Amint minden fogaskerék a helyére került, egyértelművé vált, hogy De Solla Price a részletekben tévedett, ugyan ám elmélete helyes volt. Az antikütérai szerkezet olyan automata számláló eszköz, amelyet egyfajta számítógépnek tekinthetünk. Nevezhetjük számítógépnek is, olyan értelemben, hogy betáplálunk bizonyos működést, és ahhoz kapcsolódó adatokat viszünk be. Az ókori számítógép nehezen elképzelhető fogalom, még akkor is, ha az antikütérai szerkezet sok szempontból az. Összehasonlíthatjuk Charles Babbage eszközével, amelyet az 1830-as években épített. Ezt a világ első számítógépének tartják, amely a mi modern korunk előhírnöke. Ez volt az első modern eszköz, amely automatikus számításokat végzett. Felépítése hasonló az antikütérai szerkezetéhez, pedig bő két évezred választja el őket. Wright szerint az antikütérai szerkezet sokkal összetettebb, mint Price föltételezte. Wright modelljében egy fogantyú segítségével állíthatók be a hónapok és a napok. A fogaskerekek számos mutatót mozgatnak, amelyek a nap, a hold és a bolygók állását jelzik. A fogantyút naponta el kell forgatni, hogy egész évben nyomon követhető legyen a bolygók állása.
Ha megadott dátumra állítjuk, az akkori bolygóállásokat figyelhetjük meg. Ez a görög világegyetem mechanikus modellje. A csillagjósoknak ma számítógépes programra van szükségük, hogy ugyanazt az eredményt érjék el, amire az antikütérai szerkezet képes volt. Ókori szövegekből tudjuk, hogy Archimédesz csillagvizsgálókat is épített. Vajon ezt az eszközt is meg tudta volna tervezni? Nehéz megtalálni a kapcsolatot az antikütérai szerkezet és Archimédesz között. Azt pontosan tudjuk, hogy úttörő volt a matematikában és a geometriában. Ezek ismerete pedig szükséges volt az eszköz tervezéséhez. Archimédesz fejlesztései nélkül az antikütérai szerkezetet valószínűleg nem építik meg. Archimédesz élete véget ért, mielőtt befejezhette volna a matematika és mechanika terén végzett forradalmi munkáját. A rómaiak Szirakúzát, a tudós szülővárosát fosztogatták, és egy katonát küldtek érte, hogy élve fogja el. Archimédesz nem akarta félbehagyni munkáját, ezért a katona bosszúságában megölte. Különös halál egy olyan ember számára, aki sokat tett a római hadsereg hatékonyságáért. Halála egyúttal a nagy találmányok és a tudomány végét is jelentette a hellén világban. Munkáit az alexandriai könyvtárpolcai őrizték. Ez a kincs sokkal nagyobb volt annál, mint amit a rómaiak Szirakúzában zsákmányoltak. De még Archimédesz hagyatéka sem volt örök életű. A könyvtár háborúk és pusztítások áldozatául esett, a következő 800 évben többször is leégett. Archimédesz írásainak nagy részét tűz emésztette el. Ha a könyvtárat 641-ben Omar kalifa nem égeti porig, talán örökölhettünk volna a nagy gondolkodók hagyatékából. Így pedig újra fel kellett találnunk a már 2000 évvel ezelőtt ismert találmányokat. Ha nem veszítjük el az ókori tudást, vajon milyen fejlett lenne ma a tudomány és a technika? Mi más lehet még elrejtve, vagy mi veszhetett el még azóta? Az egy évszázaddal ezelőtti vihar nélkül talán nem találtuk volna meg az ókori hajót, szobrokból, cserépedényekből és a furcsa gépezetből álló rakományával. Ha néhány szivacshalász véletlenül nem akad rá, az antikütérai szerkezet talán még ma is ott heverne és lassan korrodálódna. Milyen technikai csoda várhat még arra, hogy felfedezzék? Azt hiszem, az irodalmi utalások és ez a tárgy csupán a jéghegy csúcsa, és arra utal, hogy az ókor sok titkot őriz még, amelyekről még nem is hallottunk. A világ 2000 évvel ezelőtt sokkal fejlettebb volt, mint hinni merjük, és talán még sok rejtély várja, hogy felfedezzék. Még csak kezdjük megérteni az ókori találmányok titkait. Közreműködött Epres Attila, Láng Balázs, Galbenisz Tomasz, Vári Attila, Szalai Imre. Magyar szöveg Újhelyi Borbála, szerkesztő Dávid Csaba, hangmérnök Csomár Zoltán, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.